Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. Vegyes sertéshús, jó minőségű paprika, sóbors, fokhagyma és jókedv. Ez kell a királyi város ízmestere szerint a jó kolbászhoz, ami bebizonyosodott, hiszen a 6. fehérvári kolbásztöltő fesztivált rendezték meg a Jancsárkertben. Mint ahogyan lobogó tűzlángján forgat egy ember vérrel meg zsírral teli bendőt erre meg arra, s várja nagy áhítozón, hogy már megsüljön egészen. Így forgott töprengve Odüsszeusz erre meg arra. Homérosz Odüsszeájában olvashatóak-e sorok, amelyek arra engednek következtetni, hogy az ókori Pannonia területén Krisztus születése előtt a 8. században már létezett a kolbásztöltés. Ennek az ősi gasztronómiai kuriózumnak állít hagyományt a fehérvári kolbásztöltő fesztivál. Mindenképpen a hagyományőrzés volt a koncepciója, hogy a családok, a gyerekek, akik itt a környékben laknak, esetleg panelokban, ők ott lőttek föl, meg tudják nézni, hogy amit megvesznek a boltba kolbász, az gyakorlatilag nem ott születik, és nem a gépek csinálják, hanem tulajdonképpen eredeti módon a húsból és a különböző adalékokból készülnek. Mindenki kapott 5 kg húst, pontosan azért egyformát, hogy gyakorlatilag a zsűrizésnél ott ne lehessen az, hogy az alapanyag eltérő, és tehát 5 kg húst és 1 kg kenyeret kaptak, és akkor ezt ők saját ízlésük szerint, de én hallom nagyon sokféle fajta megoldást, még egyikbe még sajt is kerül, ha minden igaz, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy ki fogja nyerni. Én tavaly egyébként egy horvát csapat nyerte meg, és idén 4 nem magyar, vagy hát magyar, de nem Magyarországon élő csapatunk van, Szerbiából, Horvátországból. Ez utóbbi ország egyik csapata nyerte a tavalyi versenyt és tért vissza a Vándorkupával. A határon túlról érkező vendégeket a Perpétum Nemzetközi Speciális Kutatómentők Alapítvány hívta meg, hogy ezáltal erősítsék a külföldi kapcsolatokat a kolbásztöltés égisze alatt. Mi azért is jöttünk ide, hogy ugye a nemzetközi kapcsolatainkat tudjuk használni, és ezért ugye, akik jönnek nekünk külföldről kollégáig, egyre többen jelentkeznének, de hát annyit nem tudunk meghívni, mert ugye mi pénzügyi kereteink is kevés, és ezért akiket úgy érezzük, hogy közvetlen közel vannak hozzánk, azokat hívjuk meg. De jövőben fogjuk szlovénoktól kezdve akár a román tűzoltókat is meghívni erre az eseményre, hiszen egy annyira jó hangulatos hely, ahol nem csak a barátság kötődik össze, hanem az ízlések is, hiszen különbözőek a ízvilág, a horvátnak, külön a szerbeknek, külön a románoknak, külön nekünk, és ezen belül, hogyha valahogy el tudjuk találni azt, hogy melyik a nyerő, hát legyen. Sőt, ugye most ugye csinálunk egy olyat is, hogy nem csak a fő zsűrinek, hanem mi magunk a tűzoltók között is csinálunk egy versenyt, ahol alapítottunk most egy díjat, 2019-től, és innentől kezdve az összes olyan tűzoltó kollégát, akit meghívjunk ugye a környező országokból, ezek között is lesz egy ilyen verseny. És nagyon örülnek, hogy eljöhettek ide, és szeretnénk a város imízsét egy kicsit megemelni, hogy ne csak itt a városon belül legyen a verseny, hanem nemzetközévé tegyük ezt a versenyt. 20 csapat vett részt a 6. fehérvári kolbásztöltő fesztiválon. Fiatalok is jelentkeztek a megmérettetésre, akik első kolbászok megtöltése előtt álltak. De rengeteg visszatérő csapat is volt, akik már a fesztivál életrehívása óta rendszeres résztvevői a fűszeres, füstös hangulatnak. Győző és a Sördögök nevű barátom adta ezt a nevet. Egyébként mi 5-5-ször vagyunk itt, egyszer nem voltunk. Megvan a rendes hivatalos nevünk is, a Kolbász Fanatik Team, de ma este látta ki Látrányi barátom. És hát eddig 2 darab 3. helyezést értünk el, úgyhogy ma feltétlenül győzelemre gyúrunk. Mi recept szerint készítjük, évek óta ezt csináljuk saját magunknak is. Igazából egy gyulai kolbász típusú kolbász. Semmi extra, minden, ami egy normális disznóvágáson belekerül a kolbászba. Szerintem nagyon jó a hangulat. Egyre bővült a létszáma, a csapatok létszáma, a díjak is. Baráti a hangulat végül is, ugye teljesen jó, bár ma egy kicsit mérges vagyok, mert tavaly voltak itt a sátorban ezek a gáz kis fűtőtercek, most nagyon hideg van, úgyhogy már a kezem majdnem lefagyott.
Egyet szeretnék még akkor, ha már itt vagyok a drót végén. Négyen vagyunk, most csak hárman vagyunk itt az eredeti csapatból. Egyébként a polgármester volt a Városi Üzemeltetési Irodáját képviseljük, de más néven. És az Ódor Ferin barátunk ma ágyat nyomja, úgyhogy sajnos nem tud itt lenni innen is, hogyha esetleg nehogy Isten ez tévében megy, vagy nem tudom, hol fog levenni. Ha látja, akkor üdvözöljük énet, és mindent megteszünk azért, hogy megnyerjük a mai versenyt. A szervezők mindenki számára biztosítottak 5 kg húst, hogy a megmérettetés során ne annak minősége legyen döntő, hanem maga a töltés és a fűszerezés. Na meg persze, kiemelten fontos a tálalás is. Minden csapat egy megadott mennyiségű darált sertés húst fog kapni, ez különböző eloszlásban a soványhús, illetve a zsíradék. Tehát ez egy kapott nyersanyag lesz, ezzel nagyon a csapatok nem tudnak mit kezdeni. Igazából itt a zsűrizésen a fűszereknek a hozzátétele és a kolbász elkészítése. Tehát, hogy fűszerezik a csapatot, milyen hagyományos, illetve különleges kolbászokat készítenek, a töltése milyen, keménysége milyen, állaga milyen, és milyen megsütve a kolbász, illetve hát a zsűri elé, mikor megtálalják azt az ételt, és ki milyen jól tudja prezentálni azt az ételét, amit itt egész délelőtt készített. Tehát még egyszer lesz egy nyers állapotba való ízlelés, illetve egy kéztermékként sült állapotban. Hát én úgy gondolom, hogy mindenki a saját ízzel tölti azt a kolbászt, hogy ezt meghatározni igazándiból, szakmai szempontból vannak elvárásaink a kolbász töltéssel kapcsolatban, de ezt a kolbászt ma Magyarország mindenki a saját ízére töltögeti. Én úgy gondolom, Magyarországon most szerintem kolbászt mindenki fog tudni tölteni. A jó alapanyag, ami kiteljesedik a jó minőségi piros paprikában, a jó minőségi sóban, be kell hozzá fokhagyma, bors, vöröshagyma, meg a jókedv. Mindenképpen az nyers állapotában fogjuk először megkóstolni a töltelőkárút, majd sütött állapotában íz, tálalás technika, az aroma, az illat, az nagyon fontos. És nem győzzük hangsúlyozni mindig a versenyzők között, hogy azért fontos a tálalás technika, hogy hogyan hozza oda a zsűrinek az ételt magát, mert miután ebben mondottam, a kolbász ma Magyarországon mindenki kivétel nélkül nagyon finoman tud tölteni. Nekünk az a mankó, mert ha van több olyan kolbász, ami nagy, nem tudjuk eldönteni, hogy melyik a legjobb nyersanyag, akkor az segít bennünket a tálalásnál, hogy ki foglalkozik többet a tálalással, ki díszíti szebben, ki milyen fatányéron, kerámiatájában, és nem utolsó, a legfontosabb az, hogy nem műanyagot használjunk. A fesztiválnak idén is a termelői piac és vásárparkolója adott otthont. A termelői piac, biopiacnak a célja az, hogy egészséges élelmiszerekkel, ételekkel, italokkal lássa el a lakosságot, az érdeklődőket, és ez kezdett el fejlődni egy ilyen gasztro irányba, és szerettünk volna olyan piachoz kapcsolódó gasztro rendezvényeket szervezni, ami ismét erre a háztáji gazdálkodásra, a kistermelőknek a munkájára hívja fel a figyelmet. Hiszen a piacon is nagyon sok olyan kistermelő háztáji gazdálkodó található, ők maguk termelik a termékeiket, ezek a rövid szállítási távolság miatt adalékmentesek, vegyszermentesek, tartósítószermentesek, tehát egészségesek. És ezzel a gasztrofesztivállal is ezt szerettük volna erősíteni, hogy érdemes a háztáji gazdaságokból származó, innen eredő termékeket vásárolni. A hány ház annyi szokás. A kolbásznak megszámlálhatatlan fajtája létezik, így mindenkinek a szája íze szerinti töltelékfűszerezés a legfinomabb. Nekem a hagyományos, tehát az igazi, és ami egy kicsit vastagabb, tehát nem az a kis vékony, ami nincs még kiszáradva, amiben van egy kis élet még, és nyilván, hogy mitől függ, hát attól függ, hogy mennyi a zsír és a hús arány. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, mert sajnos mi is beleestünk a hibába, hogy több hús, kevesebb zsír, mert ugyanebben azt gondolná, hogy az jobb. Hát nem, mert túlságosan száraz lett. Tehát igazából a mindenkinek a szájíze szerinti a jó, de én szeretem egy kicsit, ha csipős is. Én, mint dunajvárosi születésű, a híres pentelei kolbászon nőttem föl nekem, hát az maradt, hagyományosan is tovább viszem ezt az ágat. Az a 20 deka paprika, 25 deka só, kömény, fokhagyma, tehát a hagyományos recepten, és akkor egy enyhe hideg füstöt adunk neki, illetve ha sült állapotban, akkor meg
kicsit több köménymaggal és megsütve. A Kolbászfesztivál remek példája annak, hogy hogyan lehet egy alapvetően vidéki közösségformáló hagyományt létrehozni panelek határolt a városi környezetben. A töltés egyik fő összetevője a bormámoros baráti hangulat, ami igazán zamatossá teszi az autentikus kolbászt. A mézlovag rendek vették birtokba a Városház teret, majd Közép-Európa legnagyobb méhészeti kiállítását és vásárát rendezték a Vogban. Második alkalommal rendezték meg a Fejér megyei Mézfesztivált. A találkozón 16 magyarországi erdély és délvidéki mézlovagrend vendégeskedett Székesfehérváron, akik a Méz királynő vezetésével vonultak a Városház térre, ahol Östör Anna Mária egészségügyi és sporttanácsnok köszöntötte őket. Mézlovagok is azt hirdetik, hogy milyen egészséges és milyen hatékony a méz. Úgyhogy nagyon örülünk annak, hogy a szakmai napjuk mellett egy közönségnek szóló vásárral, bemutatóval, felvonulással is készülnek most már második éve. A Méhészek Fejér megyei Egyesülete keretein belül működő Szent István mézlovagrend azt a célt tűzte ki maga elé, hogy a méhészvásárt megelőző napon a belvárosban megrendezett mézfesztivállal a kiváló minőségű magyar méz és méhészeti termékek hírnevét öregbítsék. Az idei esztendőben is megrendeztük a Mézfesztivált, és úgy néz ki, hogy sikeresen zárul az idei rendezvényünk is. 22 kiállítóval képviseltetjük magunkat. Erdélyből is jöttek barátaink, és nagyon örülünk nekik, hogy itt tudnak árusítani, kóstoltatni mézet. Szász Mátyás a székelyföldi korondról érkezett, hogy különleges finomságaival idén is meghódítsa az érdeklődőket. 500 családos méhészet, kis családi vállalkozás, anyuka, apuka, meg jó magam csináljuk a méheket, a mézet, és a hát ilyen méz különlegességek, ami így Erdélyben elsősorban ilyen tradicionális, vagy ilyen érdekesség, az az erdei fenyőméz, havasi vegyes virágméz, galagonya mézünk van, meg nagyon sok jó termékünk, például ilyen krémmézeket készítünk, fekete áfonyás krémméz, fekete ribizlis krémméz, homoktövises, málnás krémméz, hogy ezekkel foglalkozunk. Lajos Ferencné a Csíki Havasok lábától Csíkpál falvára hozta el Székely jó szándékkal mézeit, olyan egyedi csoda ízekben, amelyek láttán és megízlelve bizonyosan mindenki számára feldereng, hogy milyen is az édes élet Erdélyben. Az ötletünk az ugye onnan jött, hogy férjem ő már úgy örökölte a méhészkedést, tehát édesapja is méhészettel foglalkozott, aztán pedig ő is így gondolom belenőtt, és utána kezdtünk mi is így nagyban, de nem lehetett az, hogy más valamivel is foglalkozzunk, úgyhogy így jött az ötlet, hogy aztán hagyjunk minden mást, és csak ezzel fogunk foglalkozni. A fesztiválon ez évben is nagy sikert aratott Antal István missziója, az apiterápiás ház, amelyet az elmúlt esztendőben ismerhettünk meg, ahol a kaptár levegővel lehet gyógyulni, méghozzá fájdalommentesen. Mindenki arra asszociál, hogy itt méhekkel történő szúrás történik, pedig nem. Ez egy teljesen békés gyógyítási módszer. Itt az úgynevezett kaptárlevegővel történik a gyógyítás. A méhek az életük során mikroszkopikus méretben a mézből, a propoliszból, a virágporból picike darabokat választanak ki, és ez a úgynevezett apiterápiás háznak a légkörébe bekering, és ottan jótékony hatással van az emberi szervezetre. A Mézfesztivál szombaton a Videoton Oktatási Központban folytatódott, immár kiegészülve a vásárral és a méhészek szakmai kiállításával. A Nemzetközi Méhész Kiállításon és Vásáron idén is több mint 100 kiállító vett részt. Székesfehérvár nevében Róth Péter alpolgármester köszöntőjében hangsúlyozta, a város büszke arra, hogy otthont adhat Közép-Európa legnagyobb méhész találkozójának. Úgy tűnik, mintha Fehérvár a tejemézei folyó kanál lenne, ahol a kerítés is kolbászból van. Komolyra fordítva a szót, mi itt a mézet ünnepeljük, és én lelkes amatőrként állok a mézhez. Időtel idők óta a teámat mézzel iszom, nagyon szeretem a mézes kenyeret. Legjobb immunerősítő téli hónapokban a propolisz, és a virágport is egy igazi instant vitamin komplexként használom. Viszont lelkes amatőr vagyok, tehát a méhekhez igazából közöm nem nagyon volt, és nem igazán tudtam méhekről sokat. Mai napra készülve utána néztem dolgoknak, és egy megdöbbentő adattal találkoztam, hiszen azon túl, hogy a mézet a méheknek köszönhetjük, meg a propoliszt, meg a virágport,
azt az adatot találtam, amit szerintem önök nálam sokkal jobban tudnak, hogy Európa élelmiszer termelésének több mint háromnegyede közvetetten a méhekhez kötődik, méheknek köszönhető. Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke, az elmúlt években a kínai mézhamisítás és a stagnáló mézfogyasztás miatt leszálló ágba került méhésztársadalom nevében úgy fogalmazott: bizakodó, mert úrrá lehetnek a nehézségeken, és hisz abban, hogy az Európa élvonalába tartozó magyar méz ismét elnyeri a vásárlók bizalmát. Sajnos a helyzet egyre rosszabb, ki kell jelenteni. A méhcsaládszám nem ezt mutatja, tavaly az 1.300.000-et elértük. Tudni kell, hogy a méhészek óriási erőfeszítéssel és beruházással megpróbálják visszaállítani őszre a méhcsaládszámot, megpróbálják növelni, menekülni előre, de sajnos nem megoldás. Idén már látjuk, pedig még csak február közepe vége van, hogy óriási veszteségek vannak az országban. Egyes helyeken az 50%-os veszteséget is eléri. Ezek a család elpusztulások okai már visszavezethetők nyárra. A magyar méhtársadalom nyáron, június végén, július elején az eddigi legnagyobb méhcsaládpusztulást szenvedte el, napraforgó kukoricavirágzás idején. Mai napig megmagyarázhatatlan okokból a kiáró méheink egyszerűen eltűntek, és sajnos ez is az eredménye, hogy a téli pusztulások ilyen magas szintűek. Azon kívül, hogy a méhészek küzdenek, hogy életbe tartsák méheiket, gyakorlatilag most már az összes kongresszusunk, mint a mai nap is lényegében arról szól, hogy hogy tudunk úgy méhészkedni, hogy a méhek életbe maradjanak. Most már lassan a méz csak egy plusz jött dolog lesz, de még nehezíti a helyzetet, hogy a nemzetközi mézpiac is összeomlott. Tudni kell mindenkinek, hogy a Magyarországon megtermett méz 2/3-át külföldön adjuk el, tehát nagyon fontos, a nemzetközi piac milyen kondíciókban van, és most gyakorlatilag az összeomlás szélén van. Teljesen érthetetlen, hogy akár 5000 dollár per tonna áron hogyan lehet mézet vásárolni. Ugye aki ezt kiszámolja, ez körülbelül 150 forintos kilonkénti ár. Ennyiért ma mézet a világ egyetlen része sem tud előállítani, hogy valószínű ez nem méz. Sikerül-e tárgyalni az agrártárcával, segítséget kérni, illetve megoldást keresni, hiszen ez csak összefogással lehet? Ez abszolút így van, az agrártárca maximálisan nyitott problémáinkra. Az agrárminiszter úr évelején számos bejelentést tett, amelyekkel próbálja az agrártárca mérsékelni a nyári méhpusztulásokat. Egyértelmű, hogy hosszú egyeztetést kell folytatni a gazdákkal. Az agrártárca hajlandó népszerűsíteni, terjeszteni azokat a méhkímélő növényvédelmi módszereket, amelyekkel nem károsítják a hasznos beporzóvarokat a gazdák. Tervben van egy elektronikus növényvédel permetezési napló bevezetése. Tervben van, hogy az Unióban már szigorításokat növényvédelmi szempontból adaptálja Magyarország. Tehát az agrártárca igenis velünk van. Nagyon fontos az a magyar mézjelentés, amelyet tavaly Erdős Norbert az Európai Parlamenttel elfogadtatott. Számos eleme az illetékes brüsszeli bizottságok előtt vannak, és nyilván agrárminiszterünk is a tanács ülésen erőlteti a beporzók védelmét. Egy ilyen kiállítás és vásár, illetve a hozzá kapcsolódó tanácskozás mennyiben segíthet a problémák megoldásában? Eleve segít, hiszen a probléma megoldása onnan kezdődik, hogy mi a probléma. Itt több ezer méhész találkozik ma, összeszedjük az információkat, ezeket egy csoportba rakjuk, és már is tudjuk az agrártárca irányába a súlyosságát a problémának jelezni. A meghívott előadók is közös gondolkodásra készítik a méhészeket, hiszen úgy, ahogy ön mondta, a problémákat csak közösen tudjuk megoldani. Nagy Gyula, a Méhészek Fejér megyei Egyesületének elnöke, a fejlődés zálogának a minőség megőrzése mellett azokat a marketing fogásokat tartja, amelyek megismertetik a fogyasztókkal a mézgasztronómia újszerűségeit. Mennyiben is elég katasztrofális a helyzet, tehát nagyon sokan, sok méhésztől hallom, hogy egyre több méhcsaládot csuknak be, tehát tavasszal nem annyi méhcsalád lesz, mint amennyivel ősszel beteleltünk, másodszorban meg többen is vannak, akik abba hagyták, tehát most már van más munkahely, és tehát nem munkaerő kereslet van, fejleslet van, hanem kereslet van, és inkább visszamennek az eredeti szakmájukba. Mennyit segít egy ilyen találkozó?
Hát itt igaziból a kitartó méhészek, tehát akik már régóta méhészkednek, azok jönnek el. Az újak úgy látom, hogy egyre kevesebben jönnek. Tehát a régiek viszont eljönnek, mert barátságok szövődtek, tehát itt találkoznak, tehát az ország másik végén, vagy esetleg a szomszéd országokból, és akkor itt tudnak találkozni egymással. Abban reménykedhetnek a méhészek, hogy a szaktárca segítségével talpra áll az ágazat? Hát ez nagyon összetett feladat, tehát szaktárcának a segítsége is mindenképpen kell a méhészeknek a segítsége, kell a növényvédelem részéről is segítség, mert feltehetőleg onnan is az egyik kiinduló pont, hogy ilyen gyengék a méheink. Nyerges József, a Fejér megyei méhészeti szaktanácsadó is fontosnak tartja, hogy az elmúlt esztendőkben leszálló ágba került magyar méhészet visszatérjen az eredendőhöz és megtalálja a sikerhez vezető utat. Az elmúlt év elég nehéz volt a méhészek számára. Ez látszik a mostani kiállításon is. A megszokott tömegnek kisebb százaléka van most jelen. Látjuk, hogy a méhészek nem tudják, hogy merre van előre. A tavalyi méhmérgezések, az atkavész, a viszonylag alacsony mézárak hatása meglátszik. Nem tudják a méhészek, hogy beruházzanak-e, vegyenek-e vissza, vagy mi lesz a jövőben. Itt a vásárban talán többet tudnak egymással beszélgetni, talán meghallgatják az előadásokat, és tudnak belőle olyan konzekvenciákat levonni, ami segít a jövőjük megtervezésében. Avatott szakemberként lát-e módot, lehetőséget, hogy a közeljövőben ezek a gondok megoldódjanak? Azt látjuk, hogy a magyar méz az elsősorban a magyar fogyasztónak érték. Ugye a külföldi piacon a magyar méz olyan versenytársakkal kell versenyezni, mint például Ázsia, vagy pedig olyan alacsony munkabérekkel rendelkező országokkal, mint ezek az ázsiai országok. A általunk megtervelt magas minőségű méz, amelyik az élelmiszerbiztonsági feltételeknek is megfelel, elsősorban európai, de legelsősorban ugye magyar fogyasztókat kell, hogy elérjük. Ehhez segít a mézes reggeli program, ehhez segít az, hogy a Zomba is megpróbál minél nagyobb tömegeket elérni, és a mézfogyasztást velük megismertetni, hisz azok a gyerekek is, azok a felnőttek is egyenek mézet, és kóstolják meg, akik eddig soha nem is kóstolták, hisz tudjuk, hogy a magyar embereknek az év százados hagyományában benne van a mézfogyasztás, és ezt a mézfogyasztást, hogyha meg tudjuk növelni a mainak a duplájára, akkor a magyar mézet a magyar fogyasztók elfogyasztják, és ez jó a fogyasztóknak, hisz egy jó minőségű unikum terméket fogyasztanak, és jó a méztársadalomnak is, hisz meg tudunk belőle élni. Lesti Kitti mészkirálynői gondolatai is azt sugallják, hogy nagyon sok munka vár a méhésztársadalom magyar reprezentánsaira. Úgy gondolom, hogy a méhésztársak és a rendezők a szívüket, lelküket beleteszik ezekbe a rendezvényekbe, és úgy gondolom, hogy ez már egy olyan légkörteremt, ami ugye egy ünnepé varázsolja ezeket az alkalmakat. Természetesen a kiállítók hozzák a saját termékeiket. Itt nem csak a mézről beszélünk, hanem az egyéb méhészeti termékekről, és ennek az egyvelege hozza létre ezt az igazi ünnepi hangulatot, hiszen a mézlovagrendek is felvonulnak, a mézkirálynő, a mézudvarhölgyek is megjelennek, és ebből adódóan nem csak egy mesár, egy mézünnep lesz, hanem egy igazi nagy ünnepi hangulatot teremtő hagyomány, amiről majd beszélünk. Mé plusz ész egyenlő méhész tartja a mondás, ennek megfelelően a közösség gondoskodó termékközpontú munkája tovább erősíti a magyar méhészeti rangját. A szakmai rendezvény kiváló lehetőség volt a termelőknek arra, hogy megosszák egymással tapasztalataikat és választ keressenek az ágazat legfontosabb kérdéseire. Kedves nézőink, köszönöm figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra!